Február végén, március elején a hemerokallisokat, ezeket a gyönyörű szép, számtalan színben pompázó sásliliumokat, hát meg kell metszenünk, miután megtaláltuk őket. Hát itt most március elején vagyunk, és látjuk, hogy ezek a nagyon szép sásliliumok, ezek már elkezdtek hajtani. Nagyon jól gondolta az, aki meghagyta ezeket a gyakorlatilag elszáradt virágszálakat, hiszen így egyrésztről könnyebben megtalálhatjuk. Ezek a gyönyörű növények, ezek az utcafrontra voltak kiültetve. És az utcafronton bizony nem baj, hogyha azért télen is látható a növény, hogy még az, aki jó szándékkal kell át esetleg azon az utcafronti ágyáson, az is lássa, hogy hát ide nem érdemes lépni, mert bizony egy gyönyörű szép évelőt rejt az a terület. No, tulajdonképpen megfogjuk ezeket az elszáradt részeket, és a talaj felett egy ügyes mozdulattal elvágjuk, és egy ekkora elszáradt részt távolítunk el ilyenkor a sásliliumról. Ott, ahol megmaradtak esetleg a levelek, ott is visszavághatjuk őket, ezek az elszáradt tavalyi levelek, de legtöbbször szinte magától hát kiadja őket a föld, van, ami így magától így kiesik, és akkor utána így meg lehet tisztítani a hemerokallisznak, a sásliliumnak a környezetét. Itt is van még egy-tő, ezt is gyakorlatilag el sem tudom vágni, mert magától kijön. Itt is, ami még van, és utána szépen teret engedünk az új hajtásoknak. Tehát a sásliliumokkal, a hemerokalliszokkal kapcsolatban a legfontosabb munka a tavalyi elszáradt növényi maradványoknak az eltávolítása.